Jó estét kívánok, a tabut nélkül mai vendége Fábri Sándor. Jó estét kívánok! Arra lennék kíváncsi, hogy itt a kollégák, az operatőr kollégák múltkor, amikor megtudták, hogy a Fábri jön, akkor ők meg arra lettek volna kíváncsiak, és ugrattak, hogy na, majd megnézzük, hogy mennyiszer jut szóhoz, mármint én. Igen. És én régóta ismerlek. Jaj, de szörnyen nézek ki, hát valami. Én abszolút tudom, hogy, hogy lehet veled beszélgetni. Igen. Sőt, akár még hallgatni is tudsz. Igen. De azt nem tudom, hogy a beszélőkéd az honnan van. Tehát, hogy az magától van, és már kölyök korodban, vagy azt úgy képezted? Nem, ez magamtól van. Ez egy gyári elmebaj, gyári hiba. De édesapád is? Már azt tudjuk róla, hogy a Begli hát belépett meg a karácsonyfát, igen. Hát ez nyilván ilyen családi tradíció, és hát amit ezzel kapcsolatban már elmondtam néhány alkalommal, de elmondom itt és most, hogy nem igen volt még abban az időben televízió, tehát a társas élet az valahogy fejlettebb volt. Tehát kevésbé hallgattak az emberek rádiót, a rádió nagyjából ugyanazt mondta, az öregek reggel 7-kor úgy bekapcsolták, hogy hát, ha megbukott a kormány, tehát erre az esélyek ugye jelentősen csökkentek, és akkor aztán különösebben nem volt érdekes, nem volt televíziózás, és egyáltalában létezett még az asztal melletti beszélgetés, anekdotázás, történetmesélés, és ne felejtsd el, hogy a nagyszüleim ugye az első világháborút csinálták végig, sőt, bizonyos nagybátyáim is, apám ugye részben a második világháborút, tehát ez mindig két olyan nagy élmény volt, amelyről beszélgettek. És mi ezeket a történeteket? Azt tapasztaltuk, hogy minket legalábbis, és hát nem vagy annyival idősebb, mint én, ilyen apátlan nemzedéknek is hívtak. Uh-huh. Tehát, hogy az apák nem adják át a történeteket. Nálunk ez szerencsére nem így volt. Nézd, ez talán az is magyarázza, hogy ugye hát minden relatív, nekünk egy unokaöcsénk halt meg az ostrom alatt egy bombatámadás következtében, de azt kell mondjam, hogy a családunk szerencsésen túlélte a második világháborút és kapcsolt részeit, és nyilván, hogy ez magyarázta, hogy hát eredendően optimisztikusabb volt az egésznek a megközelítése. Na és akkor hogy nézett ki ez a dumálás gyerekkorban? Hát az, hogy mi ültünk, és akkor... Gyerekekkel, vagy hol? Én mindig inkább a felnőttek, tehát bennem mindig is volt egy ilyen kis koravénség. Én emlékszem, hogy a játékaimat én már a felső tagozatban, tehát emlékszem, hogy 6. a Merklin fémépítő játékomat azt már egy lovassági kardra cseréltem el Kis Gáborral, aki ezt tehát nem tudjuk, hogy honnan szerezte. Méghozzá, mint kiderült, ez egy olyan lovassági kard volt, ami könnyített, tehát ebbe csak parádéztak, hogy ne kelljen ezt a ménkű nehéz dolgot. De azzal volt? Igen. Hát így, és mondjuk arra, hogy egymást megsebezzük, vagy játszunk vele, hát erre feltétlenül alkalmas volt, de itt már én tulajdonképpen ezt, mint azért régiséggyűjtő szenvedélyem bomlott itt már. Na, ezt a mondatot nehéz befejezni, tehát szirmok világba borult, megkezdődött. Tehát apádék dumáltak, és te oda mentél, és mondjuk beledumáltál? Nem. Hallgattuk ájultan. Aha. És a legnagyobb dolog az volt, hogy ugye erőltették azt, hogy lefeküdj, és akkor én majdnem mindig kiosontam. Aha. És akkor hallgattam, és akkor kamaszodván természetesen a különböző erotikai információk is lényegesek lettek, és hát lényegesek voltak mindaz, amit ők elmeséltek. És hát mondjuk az én nagybátyám, aki aztán Amerikába ment, vagy egy másik apám nagybátyja, tulajdonképpen Pista bácsi, aki tüzértiszt volt az első világháborúban, hát isteni történetmesélők voltak, úgyhogy nem is igen lehetett beleszólni, mert ezt részben a röhögéstől, részben az izgalomtól, részben az eredendő érdeklődés okán, ezt nem igen tudtad megtenni, kérdezni lehetett, és arra ők nyilván
nyilván válaszoltak, de hát különösen az elején azért azt eléggé komolyan vették, hogy akkor beszéltél, ha kérdeztek. Jó, én ezt aztán áttörtem, meg én egy elég rossz gyerek voltam ebből a szempontból, de, és ez mind a mai napig, tehát nyugodtan átugorhatunk a mában, ugye a Sodorban a szememre vetik, hogy hát nem igen, hagyom, belebeszélek. Igen, de abban a pillanatban, hogyha valaki lenyűgöz engem, fogalmazunk így, akkor én a legalázatosabb hallgatóvá tudok válni, és talán én gyerekként tudtam egyszerre ilyen alázatos hallgató lenni, és aztán természetesen az én korosztályomban már én egy ilyen központi mesélő szerepet foglaltam el, amelyet hát különösen az elején hát meglehetős fiktív elemekkel egészítettünk ki, ugye, tehát kiskorában az ember tulajdonképpen így hazudozik, konfabulál, tehát mindazok, amik otthon vannak, azokat erősen kiszínezi, és nem tudom micsoda, és aztán hát van, akinél az élete végéig nem csökken, ezek a memoárírók mondjuk, na idézőjelben mutatis mutandis, de hát aztán ez beáll valami fajta egyensúlyba. És akkor nyilván a telefonálók is lassan beállnak a sorba, mondom a számokat, ott látják, ez nem növekszik az a szám, ez mindig ilyen pici, 2-10-55-40, még egyszer mondom 2-10-55-40, és 2-10-55-42, 2-10-55-42, és jó nagyba ott van az SMS, és akkor Fábri Sándorról mondanak valami emléket. Netán megmondják, hogy melyik filmeknek volt a dramaturgia például, az például nagyon izgalmas lenne, de bármivel kapcsolatos emlék, akkor az Új Színház szinte teljes repertoárjára, a Szent Iváni Álomtól a Bolha Fülbe az álszentek összeesküvéseig, és lesz egy grúz remek néptáncegyüttes a kongresszusi központba, arra nyerhetnek jegyeket, és van is telefonál. Jó estét kívánok! Halló! Jó estét! Jó estét kívánok! Parancsoljon! Én egy pár évezeti emlékemet szeretném mondani. Volt egy hajókázás a Fábris Sándor művész úrral, ilyen nosztalgia hajókázás volt, ahol zsíros kenyér meg paprikás krumpli volt, és aha, a Fábri volt a műsorvezető, és mindig voltak vendégei. Igen, Szenten... így van, és akkor végigment, elmentem vissza. Igen, Szentendréig ment el, és ott fordult vissza. Aha, jó, akkor két jegy az Új Színházban. Nagyon szépen köszönöm. A Néptánc Együttesre, köszönöm szépen, viszont látásra. Na, akkor visszatérve a showra, hogy ott a... Ja, most, de hát csak most... röhögök, de csinál. Hát te aranyosan csinálod itt ezt. Ja, jó. Néptáncegyüttes, egyébként pedig Fábri Sándor mitől tud beszélni. De beszéltünk a hajóról is. Mert na, ne, jó, arról beszélünk, amiről akarsz. Na. Abszolút jó pofa. Abszolút jó pofa dolog, egy ilyen kis vízibusszerű dolog volt. Igen, hát volt az később volt nagyobb is, az ilyen vízibusszerűn kezdődött, igen. Igen, hát akkor én azon voltam. Igen. És ez tulajdonképpen egy ilyen 50-es, 60-as évek belitán a 70-es évekig elmenő ilyen dolog volt, ahol tényleg talán még több pörtyűkrém is volt. Igen, meg igen. Hát sárga borsó, betonfőzelék. Meg nagyon erősen. Paradicsomos káposzta. Úgy van. Mitől ez a nosztalgia, hogy te ehhez mindig visszatérsz ezekhez hát, az időkhöz? Ilyes Gyula azt mondja, hogy az emberrel 9 éves koráig minden megtörténik. Úgyhogy ezek nyilván, hogy duplán számító évek, és ezek duplán számító évek akkor is, hogyha ezek egy diktatúra idejére esnek. Aha. Tehát én szeretettel emlékezem erre a korra, én örülök, hogy ezt megéltem, de természetesen az emögött rejlő hazugságot, amire lényegét tekintve a rendszer épült, azt azért én nem felejtem. Tehát ez nem jelent megbocsátást, ezt mondom azoknak, de természetesen, sőt, hát tulajdonképpen azt kell mondjam neked, hogy a diktatúra a humornak bizonyos értelemben kedvez. Uh-huh. Sőt, bizonyos értelemben ez a túlélésnek az egyik eszköze. Ugye szegény apám mindig azt mondta, hogy mennél rosszabb a helyzet, a viccek annál inkább virágzanak, mert szinte már a vicc marad a polgári ellenállás vagy a civil engedetlenségnek az egyetlen terrénuma. Uh-huh. Úgyhogy hát ezek természetes dolgok, hogy az ember megismerkedik a Beatles együttessel, kamasz, házi bulik, közeledik ugye a másik nem irányába szédületes sebességgel. Hát ezek az ember életében, ezek döntő élmények, még akkor is, hogyha ezek egy lényegét tekintve minden premisszáját illetően egy hazugságra épülő társadalomban történik. Ugyanakkor
természetesen emlékszünk a rendszer nyilvánvaló pozitívumaira is. Uh-huh. Újabb telefonáló, jó estét! Jó estét kívánok, üdvözlöm az urakat! Köszönjük! És, csakolom! Én tudom, hogy a Ma Film Nouveau dramaturga Fábri úr 78-tól 92-ig, és ha jól tudom, akkor a könnyűtesti sértésnek és a megint igen, tanulnak ő volt a dramaturgia. Én nem nézek ki ennyire rosszul, mint a tévén látszik, tehát ez itt csak ilyen világítás. Tehát most egy olyan 78 évesnek nézek ki körülbelül, a valóságban ennél jobb egy picivel a helyzet. Igen, ezeknek kezdjük, ezt nagyon szépen köszönjük. Akkor köszönöm. Grúz néptánc együttes, vagy inkább Ászentek összeesküvése? A grúz néptánc együttes. Néptánc. Magam is ezt választanám. Hát még ha grúz teát is lehetne kapni, ne hogy visszatérjünk a 60-ra. Ne beszélem le, hát csak azt mondtam, hogy a grúz néptánc az unikálisabb. Na, köszönöm hát bocsánat. És hát még ha grúz teát is lehetne kapni, ami egy nagyon exkluzív dolog volt a 60-as, 70-es években. Tehát az szintén ehhez a nosztalgikus vonulathoz tartozik. Amikor dramaturg voltál, akkor ezt magányosan otthon körmöltél, vagy akkor is ilyen, ezek ilyen dumaparti? Ennek a nagy része dumaparti, igen. Tehát ez a része feküdt is nekem. Ebben van írásmunka is, de a legnagyobb része az beszélgetés. A legnagyobb része az beszélgetés, amikor nézd, volt olyan rendező, akivel semmilyen különösebb együttműködés nem alakult ki, aki ezt egy formalitásnak tekintette, és nagyon sokan kifejezetten igényelték azt, hogy te itt meg vagyok akadva, dumáljunk, mit csináljunk, ez legyen, hogy legyen, szerintem az kéne. Hogy, és akkor ezt adott esetben csináltuk ketten, hárman, négyen, akik a filmben részt vettek. Ezt te bírtad? Mert azért tulajdonképpen mégiscsak akárhogy veszük egy alárendelt szerep, nem a rendezőnek? Igen. Kutya nem jegyzi meg a dramaturg nevét. Nem, de ha rossz a film, akkor elverik rajta a port, vagy erre hajlamosak. Nézd, ez egy szellemi segédmunka. Aha. Ez teljesen világos, amikor ráadásul ugye minden dicsőség a rendezője, de ez még a forgatókönyvíróra is vonatkozik, sőt még az operatőre is vonatkozik, a legnagyobbaktól. Ott már azért lehetett tudni, de hát lényegében ez a rendező műfaja. Nézd, hát ez döntés kérdése, ezt az ember egy ideig vállalja, és hát egy idő múlva feloszlik a filmgyár. Úgyhogy, és közlik, hogy de el lehet volt, fáradni. Hogy volt ebből a kitörés? Én nekem van egy emlékem. Véletlenek sorozata, semmi, igen. De nekem van egy emlékem rólad, ami tulajdonképpen eszelős. Ez Talján Dörögdön volt, amikor igen, mikre emlékszel? Talán akkor a Merlinbe, tehát onnan már lehetett tudni, mert a Merlinbe te igen. Akkor már csináltad ezt a pincéles dolgot, igen. Hogy ott az asztaloknál te dumáltál. De a Talján Dörögdön számomra egészen eszelős emlék, te álltál az úttest egyik oldalán, így van. Mi ültünk a fűbe nem sokan, tehát lehetett egy olyan 40-50 igen, ember igen, talán igen. A fű másik oldalán, és te átdumáltad az úttestet, és ott időnként elment egy traktor, meg igen, egy igen, nem igen. Tudom micsoda, igen. Meg embere, szóval ez valami eszelős volt. Miért nem írtad meg annak idején? Nem tudom, hogy nem írtam meg. Tényleg nem? Nem. Írd meg, pótold be! Mert ez attól volt eszelős, írd meg, hogy ez már egy hülye sóderes, de az előtt egy nagyon tehetséges fiatal ember volt. Na jó, de most figyelj! Most igen, azért. Mi a kérdés? A kérdés az, hogy például ezt az improvizatív készségedet, ez is magától jön? Hát ezt és nem lehet tanulni. És minden magától jön? Ezt nem lehet tehát tanulni. Tehát mert ugye azt is olvasom, hogy te nem is szoktál készülni tulajdonképpen, amikor mész egy fellépésre. Tehát belőled úgy budjan kifele azt ennyi? De bizonyos értelemben igen, de nézd, az improvizatív képességet azt hiszem tényleg nem nagyon lehet tanulni. Ezt én el tudom neked mondani, hogy ezek körülbelül milyen elemekből tevődnek össze. Ez tevődik egy jó rövidtávú memóriából, egy jó kombinatív képességből, egy viszonylag erős verbalitásból, és egy nagy adag félműveltségből, tehát az azt jelenti, hogy én rengeteg mindenről tudok egy keveset, és ezeket így összehabarom, amelyek adott esetben még egy műveltség benyomását igen, is tudják igen, ezt is állandóan elmondod, hogy te nem értesz tulajdonképpen semmihez. Ez is benne van a dologban, de, és hogy visszatérjek erre a Dörögdi dologra, ami azért érdekes, ez lehetett olyan 92-ben mondom ezt a kedves hallgató, kedves nézők kedvéért, ez volt nekem tulajdonképpen az első nyilvános, nem rádió
kabarés szereplésem. Aha. Ez Galkó Balázs és Márta István érdeme, akik már a mélyben szunnyadó gyöngyben meglátták a gyémántot, ha szabad ezzel a képzavarral élnem, és engem oda meghívtak, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elején a Merlin is erre épült, de ha a mai napig a sót időnként megnézed, gondolok például a Lázár, Kovács Lázárral és a Kasszással való 2 évvel ezelőtti karácsonyi főzésemre, amikor váratlan elemek érnek engem, akkor vagyok igazából elemembe, tudod? Tehát azok a beszélgetések, amik nagyjából egy ilyen forgatókönyv szerint tehát zajlanak. Tehát előre le vannak. Így van, ízérve. Így van. Hát de abban a pillanatban amikor kicsit el is aludtam. Igen, amikor a Halmannak azt mondtad, hogy igen. Van még egy sztori. Igen. És erről lehetett tudni, hogy ez benne van a Halmann gázsiában, hogy igen. Hány hogy sztorit mondani, elmondja. Előre van, megvan van, beszélve. Van, van. Na most ez engem, kevéssé, villagyoz fel, de az, hogy az árokparton ott ülnek az emberek, vagy ott van egy főzés, ahol én azt sem tudom, hogy mit fogunk főzni, és jönnek be anyagok, és jönnek be helyzetek, az engem inspirál, és arra én eléggé gyorsan tudok reagálni. És azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig is tulajdonképpen a Sodernek talán ezek a legmulatságosabb, vagy legerősebb részei. Uh-huh. Újabb telefon, jó estét! Halló, jó estét kívánok! Üdvözlöm mit? Az urakat! Köszönjük! Igen, tessék és mondani! A Fábri úrnak a Kabaré Szeparé volt egy műsor a rádióban. Úgy van, aha. Úgy, de tehetséges műsor és, volt. Igen, és az Új Színházban pedig az önálló esztje. Így van. Akkor én köszönöm szépen, akkor 2 jegy, viszontlátásra. Hú, gyorsan ezt flottul lekezelted. Parancsolj, igen. Na, de hát ez a flottságot itt is tanulja az ember. Ez úgy megy. De amikor mondjuk ott a Merlinbe, volt, hogy én voltam olyan esteden, hogy én nem tudom, az 5 óra hosszú volt, vagy még több. Ezt se írtad tehát, meg. Tehát, hogy beledumál, szerintem én ezeket megírtam. Hát akkor küldd el, mert én nem olvastam. Jó, hát meg kéne találnom. Na. Szóval beledumáltál már a hajnalba. Hát talán nem, szóval... de 1:30-2:00 tartott. Hát ez igen. Már hajnal. Igen, 10-kor kezdtük, igen. Az már hajnal. Szóval, hogy akkor az ember azt érezte, hogy hát ez a pofa mindent bír szuflával, és ezek azért más típusú dumák voltak, mint a Sóderben. Hát hogyne. Tehát tulajdonképpen sokkal rétegzettebb. Hogyne. Más helyzetben, más közönségnek. Hogyne. Nézd, hát itt a Sóderben más a megrendelés. Tehát ezt is kapom gyakran, főleg ugye a Merlin törzs közönségétől, hogy hát az volt az igazi Sanyi, meg mi azt szeretjük, ugye ennek a folytatása az, hogy mi csak a monológot, meg a Design Centert nézzük, a vendégeket vagy nézzük, vagy nem nézzük. De muszájok voltak a vendégek? Hát tehát nem lenne elképzelhető egy olyan fábris, hogy nem akkor lennél te a legjobb, ha lehet, hogy... fél órát, egy órát, mit tudom én, és pacekba a közönség képébe beledumálsz. Ezt is mondják, nézd. Ez most Amerikában nagy divat, nem? Persze, hogy nagy divat, de ez volt az ajánlat. Ez volt az ajánlat, tudod? Úgyhogy ezt sokan mondták már előtte, mégse ajánlotta senki, hogy műsort készítsek. Én meg talán egy kicsit kényelmes ember vagyok, úgyhogy ez volt tulajdonképpen a szövetség az ördöggel, hogy 25 percig azt csinálsz, amit akarsz, és utána meg beszélgetsz 3 beutaltal. Aztán jó napot kívánok, de én ezt most már megszerettem, szóval én tulajdonképpen... Ez látszik az általán, hogy eléggé unod. Igen, ez hiba is, de hát ebből látszik, hogy nem vagyok színész, tehát ezek a dolgok előjönnek. Na most arra hívnám fel a figyelmedet, hogy a Merlinben lehetett partalanul, tehát ott az idő nem befolyásolt. Na most a Sóderben ez nem lehetséges, mert a televízió azért egy nagyon drága technika, tehát én azért ezt nem tehetem. Egyébként azért elmondanám neked, hogy azt nem lehetne, hogy partalanul dumálsz, és utána megvágják? De ezt csináljuk itt is, hát ne viccelj, hát ez a másfél óra, ami azért elég pörgős, ez egy 3-4 órából van összevágva, és a monológ is azért túltervezett ám. Aha. Tehát azért ez egy 40-50%-kal túl van tervezve, és általában nem mindig, de általában az a vezérfonál, hogy amin az ottani 350-400 ember nem nevet, azt kivesszük, akármiről légyen szó. Ezt nem követjük mindig, ugye, mert természetesen a bizonyos témákon ugye a közönség mindig nevet, amik hát mondjuk így az olcsó humornak az eszközei. Te azt mondtad, igen? Hogy tulajdonképpen meghúztad a
az alsó határát az olcsó humornak, a gazsina, az mi, a gagyinak, az mi megfogalmazható, hogy mi az alsó határa? Hát, hát nézd, ez most talán bejelentés értékűnek hangzik, és soha nem szoktam az új esztendőre fogadalmakat kötni, de most egy picit a verbális radikalizmust szeretném a műsorban csökkenteni. Egyrészt azért, mert mindenki ebbe az irányba megy. Ez mi az a verbális? A ronda beszédet, a ronda szavakat, a négybetűs szavakat, ezeket szeretném csökkenteni. Itt a határ ott húzódik, hogy nyilván mindenki tudja, hogy egy szógörgetekben van egy pont, ugye, hát azért ne felejtsd el, hogy amióta mi olvasunk, azóta a kurva szó például, az teljesen irodalmivá vált. Uh-huh. Hát ezt Eszterházytól kezdve ma már mindenki használja, amit még a 70-es években nem lehetett leírni. Hogy csak egy példát mondjak. Tehát nyilván, hogy az a lényeg, hogy lehet radikálisabb kifejezéseket is használni akkor, hogyha erre megérett a helyzet, hogyha ez ott a helyén van. A baj akkor kezdődik, amikor valaki a közönség kedjeit keresve, zavarba léve, és abból kiindulva, vagy abban a helyzetben, hogy nincs igazán poénja, így próbál ugye begyűjteni tapsot és nevetést, hogy azt mondja, hogy kaki. Ami hát így önmagában nem érdekel. Hogy nem, meg én ezt próbálom árnyaltabban, na most a másik ugye, ami hát mondjuk egy kicsit vitatárgyát képezi az én szerkesztőimmel, hogy más dolog ezeket elszórni 4 órába, és akkor ők hajlamosak ezeket betenni, és akkor ez többnek tűnik, tudod? De hát itt akkor nekem kell vigyázni. De ebben. Ott vagy a vágásnál? A monológ és a Design Center az úgy történik, hogy Kardos Pipi barátommal, akivel a könnyű testisértést is írtuk, például mi készítünk egy nagyon precíz szkriptet. Tehát azt, én nem vagyok ott, mert az egy órákig tartó unalmas technikai folyamat, de a monológ és a Design Center azt takra úgy vágják, ahogy ezt mi ketten egy egész pontos szkript formájában megadjuk. A beszélgetéseknél ott az szokott lenni, hogy én bizonyos dolgokat kérek, és bizonyos dolgokat mondok, hogy feltétlenül nem. Vagy azt mondom, hogy XY-nal csináljátok, amit akartok, de mondjuk emlékszem például konkrétan Bicskeit, most ez jut az eszembe, Bicskei Tibornál kértem, hogy az Evangélium Színházról, amit mond, az maradjon benne. Mert azt egy ilyen kulturális üzenetnek éreztem, és ne csak a történetecske legyen, tudod? Tehát ilyesmi jellegű. Uh-huh. Nagyon régóta vállal a telefonál. Jó estén? Jó estén? Halló! Halló, halljuk Önt, ha beszél. Jó estét kívánok! Parancsoljon! Tessék! Én a Fábri Sándort nagyon becsülöm. Na. Bizonyos a nézeté miatt is. Hújúj. Most nem arra gondolok, hogy nemzeti érzelmű. Júj. Nagyon sok műsorát megnézem, és az egész család legnagyobb showmennek titulája. Na, ez az. Igen. Na, de nekem volna egy olyan kérdésem, Sándor, ha megengedi is, hogy már elég öreg vagyok hozzá. Igen. Hogy a vendégek általában szoktak hozni valami ajándékot. Igen, de én ezt nem szeretem. Ez valahogy a kialakult. Arra gondoltam, hogy például tudom, hogy most lehet ilyen grúz népi tánc, de engem ezek nem érdekelnek. Inkább egy Fábri Show belépő érdekelt volna, mondjuk, mert azt 100-szor jobban becsülöm. És jobban érdekel. Akkor ezt a Gáborral elintézzük, jó? Jó, akkor adja meg a telefonszámát, és elintézzük. Akkor én most itt a táskámban... Nagyon szépen én köszönöm. Hagyok itt önnek 2 tisztelet jegyet, kérem szépen a Sóder január 20-i felvételére, az jó? Halló? Nagyon jó. Akkor egyébként már voltam, hogy kevesebb. Jövő csütörtök. Jó? Oké, akkor köszönjük igen, szépen. Igen. Jó, köszönöm szépen. Viszontlátásra. Erről a nemzeti dologról beszéljünk, csak addig 2 SMS-t még beolvasok. Azt mondja Sárkány, csak így tovább a vizitúrákról telefonon kérek Öntől bővebb felvilágosítást. Helyes. Igaz, hogy még mindig benne vagy a telefonkönyvben? Benne. Masszívan? Csak nem veszed fel a telefont. Ez hát egy hol fölveszem, kérdez. Hol nem? Hát hogyha mindig fölvenném, nem tudnék semmit se csinálni. Tehát muszáj néha időnként nem fölvennem. Azt mondja. Csaba mondja, Fábri a szövegláda, ez a kép, de a Duna túra abból látszott az igazi ember. Sok sikert, Sándor. Nagyon ez valószínű, hogy valami ismerős, akivel netán együtt Duna túra. Szerintem nem. Ő ezt látta a televízióban, ja, mert erről készült egy televíziós film. Látta. Igen. Várja, adjunk be gyorsan még egy telefont, mert ez nagyon az. Villog, és aztán beszélünk a
Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Horovic László vagyok. Parancsoljon! Üdvözlöm a Fábri Sándor urat és a Bóta Gábor urat. Köszönjük! Én 5 évvel ezelőtt személyesen ott voltam a Fortuna stúdióban a Esti Schröder felvételén, azon a híres, hírhet Baló Júlia, Richard Burton féle dolgon, ahol ugye mindig kérdezte a Baló Júliától, hogy mi volt a viszony a Richard Burtonnál. Hát igen. Igen, és ezen az esten volt a Persányi Miklós is vendég, aki most ugye a miniszter, akkor pedig az állatkertnek volt és a aktív miniszterként még eljött a Schröder záró buliára, kérem szépen. Igen. Igen, bocsánat, igen. Igen, és ott hozta az állatokat is be a... Úgy van, van. Igen, na most én még azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, vagyis kérdezni, hogy miért van az, hogy akik így megveszik a jegyet drágán, azokat hátra, egész oldalra ültetik, és akik kapják a tiszteletjegyet, azok ülnek elől. De jó nőket és fiatalokat ültetnek előre, nem? Ez nincs, van, ez a producer nézze, ez azért nincs teljesen így. Ez kis részben valószínűleg igaz. Hát mit mondjak én ehhez? Ezt te nem szereted, nem? Hát igazából nem. Igazából egyszer nekem nem. Úgy fogalmaztál, igen, hogy igen. Szoláriumba beszorult kis fiatal lánykákat ja, ültet a producer dolog, előre, igen, igen, hogy, igen, hogy az igen, úgy igen, nézzek igen, ki. Igen, hogy... igen, 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 igen. És az öregeket meg eldudják, mert az már nem célcsoport? Hát nézd, a kereskedelmi televíziók külön nézettségi indexet adnak ki a 18-tól 49-ig, tehát már én sem vagyok célcsoport. Tehát ez egy ilyen kegyetlen dolog. Nézd, hát az operatőrök szeretnek az első sorokba egy-egy szép vagy szépnek vélt leány arcot mutatni. Hát azért mindenkit nem ültethetünk hátra, mert azért a tiszteletjegyek száma nem olyan nagy, úgyhogy hát itt nyilván a kedves néző egy fájdalmas konkrét élményéről beszélt, hát jöjjön legközelebb, és akkor megpróbáljuk elintézni, hogy közelebb. Köszönöm szépen. Helyet. Köszönöm én is, viszont hallásra. Viszont látásra, és a két jegy természetesen jár. Hú, most annyi minden gyűlt össze. Először erre a Baló Júlia dologra. Igen. Te nagyon monomániásan, nem tudom, hogy így van-e, még mindig nem beszélsz a magánéletedről, bulvár újságírókkal nem nagyon szeret szóba nem, állni, nem, nem, sőt nem azt mondod, hogy rossz a bulvár, magyar sajtó, miből áll, hogy rossz? Az külföldön nem ugyanilyen? Tehát nem, miből áll, nem. Hát az, hogy a Déri János nevét Y-nal leírni ekkora betűkkel, tehát itt tehát funkcionális analfabéták írnak újságot, tehát egész hihetetlen minőségben, és lusták, hát semminek nem járnak utána. Na de az hogy van, hogy a Baló Julit faggatod a magánéletéről, te meg nem beszélsz róla a nyilvánosság előtt? Hát erre Gédénes György Zsüti azt mondta, hogy azért, mert nem tudok gyereket csinálni, még szeretetem a nőket. Hát ez most, hát ez egy hülyeség. Egyébként pedig, mint tudod, mindenkivel van egy előzetes forgatókönyv, tehát mi igazából senkit kellemetlen helyzetben nem hozunk, tehát én elmondanám neked, hogy a Richard Burtonről való beszélgetés, ez alapvetően szerepelt az eredeti forgatókönyvben, tehát ezt nem én az ujjamból szoptam, mint Zalatna is arolta. A Júli szegény, nem tudom, talán tettem valami megjegyzést a hajára, és kiderült, hogy a hullámos haját ő ilyen simára csináltatta, és abban valami iszonyú munka volt, amitől szerencsétlen teljesen ilyen sapkahajú lett. Tudod, hát egy ilyen felvétel hevében az ember lehet, hogy mondtam olyat, amivel ő egy kicsit valószínűleg megbántódhatott, de utána mondtam neki, hogy hát azért ez tréfa, vagy nem tudom, én ezt csak vélem, én ezt nem tudom, és akárhányszor akartam én a megbeszélt Richard Burton témára rákanyarodni, ő erre nem volt hajlandó, és akkor ennyi maradt a dologban, mert nem volt mit a műsorba betenni, és akkor másnap csöngött a telefon, és egy érces hang beleszólt, hogy Richard Burton vagyok, és ez volt a Hofi Géza. Igen, úgyhogy nem szeretném a történet poénját levágnád. Rólad rendszeresen, vagy időnként azt szokott megjelenni, hogy hát még mindig nem házas, de igen, dolgozik a témán, így szoktad van, erre így nyilatkozni. Van, így van. És így akkor van. Ennyi. Hát van nekem egy nagyon kedves... Én ismerem. Van, aki, aki te ismersz is, és ez teljesen a mi közös megegyezésünk tárgya, hogy sem ő nem kíván bulvárújságok címlapján szerepelni, mint a párja, ugye? Mint a párja. De ettől mi nagyon, nagyon pompázatosan megvagyunk, és így vagyunk jól, azt hiszem. Akkor ez amit az úr kérdezett, ez a nemzeti téma. Én ahogy most készültem rád, visszaolvastam ilyen régen csinált interjúimat veled, amiben te még azt mondod, hogy te nem szereted a politikát. Így van.
nem is érdekel. Inkább foglalkozzon az ember zenével, képzőművészettel, irodalommal, meg így, az élettel. Így van. Miközben most valószínűleg tényleg tudható rólad, hogy te azért melyik oldalon állsz. Jó, hát eleve ezzel a kifejezéssel, hogy nemzeti oldal, hát könyörgöm, hát valamennyien nemzeti, az nemzeti oldal, hát használunk egy nyelvet, azonos fölöttünk József Attilán és Kölcsei Ferencen, és hogyha a vízlabda válogatott ott áll és éneklik a himnuszt, akkor a szemünk egy kicsit elpárásodik, és hogyha Perúba az Andokba csavargunk, akkor szóba állunk egy honfitársunkkal, és azt mondjuk, hogy került ide, igen, Pista bácsi. Én ennek nem tulajdonítanék olyan jelentőséget. Én neked el tudom mondani, hogy mondjuk mi késztetett engem egy nagyon csekély, azért ezt tegyük hozzá, tehát ahhoz képest, ugye... Pedig van, aki már egyenesen szélsőségesnek érez. Hát ez sajtórendészeti kérdés. Tehát akkor, ne ez érezze... Hát kérem szépen, aki szélsőséges, akkor mondja meg, hogy hol, mikor, és tessék, szóval ezek ilyen mumusok, ezek ilyen fantomok és őrültségek, és természetesen arra az időszakra, amikor én mondjuk a Pintér Sándor cikiztem, arra már senki nem emlékszik. Amikor én ezt ugyanúgy megtettem, most hangsúlyozom, nem magyarázkodom, az egésznek annyi van a hátterében, hogy én belekerültem a terrorházába, amit én fontosnak tartok, amit én ott csináltam a barátaimmal, elsősorban Ferenc V. Kovács Attilával, azt én vállalom, azt meg lehet nézni. Én úgy gondolom, hogy mi egy európai, sőt világszínvonalú múzeumot raktunk le, amelynek a történészi koncepcióján nyilván lehet vitatkozni, és ennek a kapcsán olyan mennyiségű támadást kapott a múzeum, hát erről annak idején veled is ugyebár beszélgettünk, meglehetősen felajzott. Akkor az egy ilyen felajzott időszak volt, nézd, tehát ebből adódott ez a dolog, hogy én úgy gondoltam, szóval én nem számítottam arra, hogy egy ilyen ügyből egy ilyen támadássorozat lesz, és a múzeum még meg sem nyílik, és gyalászkodó cikkeknek a tömegét kapjuk, anélkül, hogy a múzeumot látták volna, az, hogy értelmiségi sikké vált a múzeumban nem elmenni, és hát olyanokat kaptunk a fejünkre, komolyan mondom, hogy ha ezeket visszaidézni, el se hinni. Tehát semmit nem. Hát abban a stílusban, és abban a fekvésben nem. És hogyha egy év múlva az Ésben, ami hát nem egy jobboldali lap, bár lassan most már balról lekörözi a Demokratát bizonyos publicisztikáiban, amit Radnóti Sándor írt, aki hát ezeket így lepöckölte, hát aki szintén nem egy jobboldali szélsőséges esztéta, és nem is kispályás. Olvasd el az ő cikkét, aki hát mindezeket, nem, én ezek azt gondolom, hogy rosszindulatú és abszolút politikai megközelítésű dolgok voltak. Te jót tesz ez neked, hogy ilyen politikai nézeteidnak, illetve a műsoraidnak. Nem. Mert én hétvégén ültem Szabó István, Oszkár-díjas filmrendezővel egy klubban, akinek föltettek politikai kérdéseket, és a következőt válaszolta. Majd utána azért bizonyos fokig válaszolt, de azért ez egy kis klub mégiscsak. Igen. Hogyha én nyíltan hangoztatnám a nézeteimet, az megosztaná a filmem nézőit. Hát ő az MSZP köztársasági elnök jelöltje, Gábor. Hát most mit még a kérdés? Hát mit kell itt kérdezni? Igen, de ő erre azt mondta, hogy neki azért alapvetően az a dolga, azt még nem tudjuk, hogy ő vállalta-e. Én erre ugyanezt mondom. Neki Gábor, az a dolga, hogy ő a filmjeit eljuttassa a nézőkhez. Így van. És ha emiatt netán, hogy ő az egyik politikai oldalon van, más nem szereti a filmjeit, ezt ő nem akarja. Én nekem ugyanez a helyzetem, sőt az én helyzetem sokkal ördögibb, mert engem egy este néznek annyian, mint Szabó István összes filmjét nem látták még Magyarországon. Hát ezért sztár túlzás. Az is megy tévében. Jó, világos, ami egyébként nem értékkategória, hanem egy tény. Én ugyanebben a helyzetben vagyok. Tehát én a mindenkori establishmentet kritizálhatom, de nincs jogom semmilyen választói akaratot megkérdőjelezni. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk a Fideszre szavaztak 2.300.000, és nekem van körülbelül ennyi nézőm, és az MSZP-re szavaztak körülbelül ennyien, akkor én abból joggal gondolom, hogy az én nézőim ugyanilyen módon megosztottak. És nekem kutya kötelességem
mind a két tábort szórakoztatni. Az egy más helyzet, hogy most éppen, hát úgy gondolom, hogy azok vannak játékba, akik, akikre, ha van poénom, mondok, ha nincs poénom, nincs. A legutóbbi műsoromban például egyáltalán nem volt politika, na akkor már valaki kérdezi, rá szóltak Fábri Orbondom, nem szóltak rám. Akkor a másik mondja, ha valamit beszólok esetleg a jelenlegi establishmentnek, hogy engedik meg, megy még a műsor. Most januárban egy műsorunk kimarad, betiltották. Tehát még képzeljük, most itt tartunk még. Szóval ezek azért elég elképesztő dolgok, hogyha meggondolod. Újabb telefon, köszönöm a türelmet, jó estén! Jó estén! Jó estét kívánok, Mennyerti Mérjével! És harmadik nagylemezét szeretném mondani, amelyek az Ottan Nömbaut címet viseli. Így van! Így van, stimmel, két jegy, új színház vagy grúz népi együttes. Köszönöm. Azt mondja Anni nevű SMS-ező, szívesen hallgatná minden nap 24 órát, nem lehetnénk rokonok? Hát Andika, hogyha egy egész alakos fürdőruhás felvételt átküld itt a Firewire-en, akkor megbeszéljük. Na de ez csak tényleg. Egyszer beszéltünk arról veled, hogy valaki azt írta, hogy a választásokon bizony sok múlhat azon, hogy kik tűnnek föl a Fábri Show-ban például. Ugye most történt egy eset, hogy Szulek Andránál benn volt a miniszterelnök. Erről mit gondolsz? Én nem fogok politikust meghívni. Én megmondom őszintén, amikor a Kupa Mihály volt, én azt hittem, hogy ő már nem is politikus. Uh-huh. Tehát az egy ilyen balek kivétel volt. Parlamenti képviselő, de akkor nem is lehetett róla az ég egy ott a világon hallani. Akkor még nem volt ez a centrumpártnak álcázott galátság. Úgyhogy nekem semmi okom nem volt, hogy... És ha netán nyomulnak, mert el tudom képzelni. De volt rá példa, ezt én kategórikusan nem. Szóval... És nem fordulhat elő, hogy a csatorna vezetése megkér, hogy... Kérlek szépen, megkértek, mondtam, hogy nem, egyetértettek. El is tudom a konkrét dolgot mondani. Mondd el. Őket egyébként a nézettségi szempontok vezérlik, amikor a Medgyessy volt a Bagina csánál. Aha. Hogy akkor én is hívjam meg a Medgyessyt. Uh-huh. Úgyhogy mondtam, hogy ahogy az Orbán Viktort sem hívtam meg, a Medgyessyt sem fogom meghívni. Úgyhogy ez nem jó. Ez. Úgyhogy ebben egy dologban rezgett a léc, amikor a Kokó volt a vendégem, hogy az Orbán eljött volna a nézőtérre. Uh-huh. De akkor ezt nem tudom, aztán ő ezt visszamondta, vagy félreértette, vagy azt hitte, hogy ő vendégnek jön, és akkor nézőnek meg nem jön. Én már nem tudom, hogy ott a háttérben mi zajlott. Ez lett volna a maximum. Uh-huh. Újabb SMS-ek, Sasa. Tök jó fej a Fábri, hogy elmegy ilyen műsorokba, legalább rombolja az asztaltársaságot, csípem hajrá, Fábri. Jó, hát köszönjük. Picur, Sándor, jöjjön Ózdra, ön a legjobb. Ez az. Te egyébként mész ilyen helyekre, sokat nem? Megyek, igen. Te igen. Abszolút mész ilyen helyekre. Igen, igen. És még azt is tudom, egy Nyíregyházán többször már tulajdonképpen egy szállodában aludtunk a Vidor Fesztivál idején, és azt is tudom, hogy te alaposan körülnézel. Viszonylag. Tehát hát igen. Te úgy megnézed a környéket, és már olyat is hallottam, nem tudom, hogy ez gyakorlat-e, Hogy mondjuk úgy léptél föl valahol, hogy tudtál a helyről is dolgokat. Hogyne, igen. Hát nézd, ezt én mindig így szeretném, ez sajnos nincs mindig így, tehát mondjuk azt tudom mondani, hogy alaposságról talán nem beszélhetünk, de mondjuk egy kicsit jobban körülnézek, mint az átlag fellépő művészek, akik berobognak a kultúrházba és elrobognak a kultúrházból. Ez egyébként konkrétan Nyíregyházára volt igaz, ami a nyíregyháziaknak nagyon tetszett, mert oda a biciklit is vittünk, és akkor én a városban már körülnéztem, már tudtam az üzleteket, stb. És hát ezek a helyi poénok, az pláne indulásnál azt a helyi közönség mindig végtelenül értékeli. Tehát egyébként van egy passzos, akivel te nagyon jobban vagy, ez a bizonyos szálloda tulajdonos Körtvéfáj Barna, aki igen. Le tud téged dumálni. Le. És te hallgattad. Igen. Tehát ez eszméletlen. Kocsmárosnak hívja magát. Így van. És így akkor van, oda kitesz van. Egy rakat bort, és egész éjjel dumál, tanár igen, volt valahol, igen, szállodás, igen. Szállodás lett. És egy nagyon kedves ember, ugye, hát aki nem csak hogy ebből a volt vállalati üdülőből egy elég jó pofa szállodát csinált, ugye, hanem hát felépített ott egy szabadtéri színpadot. Benne van a kéznyomom, képzeld el a izébe, még amikor készült, és akkor beletenyeredtem a Marterba. A Duma Színházas barátaimmal. Uh-huh. Újabb SMS-ek, imádom a műsorát,
Sándor, teljesen kikapcsolódom, jó egészséget, Évi. Jaj. Fábri úr, itt abszolút itt halálra dicsérnek. Ez, hát olyan, például nem olyan, mint az ATV-re lennék. Nem ciki? Mi? Ez nem ciki? Jobban örül, a műsornak jobban tenne, ha valaki beszólna, azt ugye, mondja, mert arra lehet jobban reagálni. De ezeket is nagyon, de várj, ne legyünk igaztalak, nagyon szépen köszönjük, és nagyon jól esik. Na, még vannak ilyenek. A szókimondás becsület dolga, az ön becsületéhez nem fér kétség. Azt mondja... Zizi, na tessék, most van politizálás. Na. Mi a vélemény a kettős állampolgárságról? Erdély, Bácska, Bánát, Felvidék, Kárpátalja vissza. Na tessék, itt most van egy hát ez ilyen. Ebből ez a dolog nem következik. Nézd oda, hát ezt valamennyien tudjuk, hogy ez nem szerencsésen tűződött ki ez a dolog, hát ebben tulajdonképpen mind a két oldal belesodródott. Én azt mondom, hogy a nemet kimondani az olyan nem jó. De hát most dolgoznak ezen, meg hát reméljük, hogy nézd oda, ez az EU, amiből egyelőre mi semmi pozitívat nem látunk. És félek, hogy még évekig nem fogunk, de talán majd. Szóval egy dologra biztos, hogy megoldás erre a trianoni rémületre. Csak itt az a kérdés, hogy mennyi idő van még, amíg Románia csatlakozik. Ha ez a 2007-et tartják, az egy pompás dolog. Itt a nagy kérdés egyébként, hogy mennyire kamu volt az, amit mondtak, hogy majd áttelepülnek, meg idejönnek, meg nem tudom mi lesz. Hát ki jött át Szlovákiából? Senki. Egyébként voltam mostanában Romániában, mert tavaly voltam Bukarestben, és számomra egészen megdöbbentő volt. Te a román építészet, és hát én mondok neked de egy nem, másik... De most nem az építészet, hanem maga az, hogy tulajdonképpen ugyanúgy van már minden a boltokban, mint hát itt. Hogyne csak lenne. Nem tudják megvenni, tehát tulajdonképpen úgy viszonylik a mind dolog, a kettő az, mi mondjuk Bécshez, érted? Tehát mind annyival szegényebbek nálunk, igen, mi mondjuk... Igen. De hát nálunk is rengeteg ember, rengeteg mindent nem tud megvenni. Hát én nem értem, hogy ezek a plázák mire épülnek és hogyan. Na befejezve ezt a kérdést, tehát 2007-ben, ha Románia csatlakozik, akkor én úgy gondolom, hogy ebből sok minden megoldódik. Itt Szerbia a kérdés és Kárpátalja. Ami eltarthat 10-15-20 évig, ami egy ember életében mégis rengeteg, és én úgy gondolom, hogy nem csak azt kell megoldani, hogy ide könnyen jöhessenek, ez nagyon helyes és üdvözlendő, hanem ha lehetséges, ugye ezt nagyon szépen fogalmazta Szőcs Géza, hogy ez nem a többiek ellen van, hanem tulajdonképpen az ottani magyarság, mint egy híd Európa hát felé. Mondjuk azt minimum meg lehetne oldani, hogy legalább a határon át lehessen jönni. Ezen most dolgoznak alatt. Is, ezen most tehát így az, van, hogy a Beregszászi Színház kiváló színész, tehát Trill Zsolt úgy kell átjöjjön a határon, hogy kocsival nem tud, mert akkor állna ott egy napot, két kilométert hanem átsétál gyakorlatilag gyalog, és igen, utána igen, ott igen, felszáll igen, egy vonatra. Igen, szóval ez azért nonsens. Hát meg az is nonsens, kedves Gábor, amikor én két évvel ezelőtt ugye felléptem a Beregszászi Művelődési Házba. Nincs egy Mikuláskor, ahol bent ugyanannyi fok volt, mint kint. Mert elmondanám neked, hogy Trill Zsolték is, akik gyakorlatilag Vigyázki Attilával egy világszínvonalú színházat csinálnak, nem tudnak fűteni. Tehát de a színházi tudom, szezon... Hát hiányzik egy fala a színháznak, azt te nem tapasztaltad. Azt nem tudom. Akkor lehet, hogy félek, a művelődési házban a műfázról beszélek. Az ő színházunknak egy fala évek óta hiányzik. Na, hát szóval, hát ami egyszerűen elképesztő. Na hát, így van. Egyébként, hogy milyen érdekes dolog még a mi közös kisvárdai tapasztalásunk, és mondjuk ezt is el, hogy azt hiszem, hogy a határon túli színházakról, ahol mennyi 17 erdélyi magyar színház van össze? Rengeteg, ha még a bábszínházakat is elszámolod. Na de várjál, és ugye azt várná az ember, és reflektálok neked erre, hogy nemzeti. Ugye azt vártad, hogy jönnek majd az erdélyek, és akkor Pütyüle, meg Csaba Királyfi, meg, és ehelyett olyan korszerű színházi produkciókat hoztak. Határon túli magyar színházak jelentős része jobb, mint itt hát a határon belül. Abszolút jobb, de miért? Mert a bukaresti főiskola az közelebb van Párizshoz, és közelebb van Európához, bizonyos értelemben, mint a, tehát kitűnő képzésben részesülnek. Hát és meg a román színház mindig nagyon jó volt. Na jó, hát ez, de hát ez óriási dolog, és hogy itt, tehát ez például egy hihetetlen pozitív dolog, amiről többet kéne, hogy tudjon az átlag, mert ők a magyar darabokat is olyan korszerű tálalásba hozzák, hogyha létezik sokat emlegetett Bartóki modell, amelyet már közhelyé koptattunk, akkor a román színház az. Hát egyébként most indult a Beregszásziak megsegítésére pont egy program, ami azt jelenti, hogy lejátszák bizonyos előadásaikat, sajnos csak egyszer pesti színházakban, azt például tudom, hogy 12
9-én megy a egészen kiváló Karnyóné az Új Színházban. Uh-huh. Egyébként benne van az Epres is, meg a... Uh-huh. Hát arra én is kérnék majd két jegyet. Na, arra, azt mindjárt behozom a telefonomat, és fölhívom saját magunkat. Szóval, és az Örkény Színházba pedig megy mennek a csehoves felvonásosok, azt nem tudom mikor, a szintén remek, és telefonáló. Jó estét kívánok! Háló, jó estét kívánok! Fábri Sándor, Bóta Gábor, jó estét Parag. Kívánok! Igen, most már halljuk. Tessék a mondani. Művészúnak meg önöknek utólag is boldog új évet szeretnénk köszönjük kívánni. Szépen. Viszont... A Fábri Sándor urat többször hallottam már Kossuth Rádióban, Kabaré műsorban is, és rendszeres nézője vagyok a Fábri Show műsornak, és különösen, mikor a hintaszékbe tetszett ülni. Hú, most valami, igen, tessék az mondani. A modern szék, igen, mikor igen, ott igen, a bemutató igen, ez a feltaláló. Volt, az nagyon tetszett. A feltaláló, igen, mikor mutatta, hát, de minden műsorát nagyon nagy tisztelője vagyok önnek, mert az idősebbeket megtetszik tudni nevettetni, az egyedülállókat is, és nagyon népszerű a műsora, és ez egy vidámságot, életet ad a nyugdíjasoknak is, nyugdíj előttieknek. Legalább nem mutat. És a kisgyerekeket is, hogy ott... Mit nem mutat? Miért? Mikor nem szabad mutatni? Nem, hát meg vagyok illetődve, nagyon szépen köszönjük. Itt közben az SMS-sel baj van valami héten, ha a kollégák be tudnak jönni, én nyomtam a nyilat, hogy menjen föl, aztán elszállt az egész, akkor köszönném, ha ezt közben meg lehet csinálni, mert van. Már kilógtunk. Adás még van, tehát kilógtunk. Még ott vagyunk a képernyőnkön. Még abszolút, még van valamivel több, mint 10 percünk. Mit csinálsz, amikor, ugye itt szó volt a ennyit biztos lehet magánéletről, hogy a vizitúrák. Hogyne? Tehát ez tudható, hogy mánia, hogyne? És aztán az egyik műsorodból a síjelés is tudható. De hát az már nincs, az lezárult. Igen. Igen? Tehát akkor a vizitúrák azok, hogy? A vizitúrák vannak, most lesz kérlek szépen meleg vizitúra az elmebetegekkel, van meleg vizitúra, kérlek szépen ez Fenékpusztától indul, és a Hévízi tóba csorgunk be, kérlek szépen különböző mikádókban és védelmi felszerelésekben. Igen? Igen. És ez van egy társaság? Igen. Aki állandó nagyjából? A kemény maga az nagyjából állandó, igen. Igen, és ebben a legkülönbözőbb emberek vannak, és ez a jó benne. Tehát legkülönbözőbb, nem tudom ezt jobban megfogalmazni. És a síjelés miért maradt abba? Jelentem, hogy jó a gép, úgyhogy lehet megint SMS-ezni. Ez a térdem, ez nekem elég volt, úgyhogy elbizonytalanodtam. És az egyéb utazások, hiszen ezekből hát is lesz nagyon, műsor. Az nagyon, tehát az például nagyon Kisvárdán is, pont voltam, amikor is. Lényegében az egész műsorot Kubáról szólt, igen. Ami persze nyilván áttételes és ki van szidezve, de nagyon sok valóságos elem is van benne, az egy 2 évvel ezelőtti utazásunk, de hát éppen Kisvárdáról mentünk el, kérlek szépen Nagy-Szelmencre és Kis-Szelmencre, ami egy magyar falu, ami Szlovákiában van, és az egyik fele Ukrajnában van, és a másik fele Szlovákiában van, és a falu közepén el van vágva. És a mai napig nem utazhatnak, és valami teljes képtelenség. Nagy-Szelmenc és Kis-Szelmenc, hát aki tudja, hát azért erről volt szó. Igen, na. Komárom volt sokáig ilyen, hát most na, is hát elvileg ilyen, és Kis-Szelmenc, ez 2004-ben olyan, hogyha át akarsz menni egy temetésre, mert a rokonod meghalt a falu másik felében, ahol átsétálhatnál 5 perc alatt, akkor beutazol 60 kilométert a közeli kisvárosba, ott megkéred a vízumot, ezt 3 hét múlva megkapod, értemész, és egy nagy kerülővel aztán szépen átautókázol. Nekem voltak mindenféle egyéb terveid. Akartál csinálni például egy ilyen 60-as, 70-es évekbeli divat bemutatót, az nem tudom, megvolt-e, de ami nyilván ennél fontosabb, hogy filmekbe is gondoltad, hogy azért te például Szőke Andrással csinálsz dolgokat, ezek mind elmaradnak? Tehát te most tulajdonképpen el vagy ezzel a showval, vagy azért azt gondolod, nekem egyszer azt mondtad, amikor ilyesmire rákérdeztem, hogy mondjuk például egy ilyen show, vagy amit csinálsz, az fejlődhet-e.
És erre te azt mondtad, hogy nem nagyon, a néző egy állandóságot vár, nagyjából, tehát, hogy amikor egyszer a végén nem mondtad, hogy... Kezeket a paklan akkor jött 400 éljenek a csajok, akkor jött egy rakat e-mail, tehát mondja, hogy egy állandóságot van. Jó, de például... Be kellett látnod, hogy lehet, hogy ez csak ennyi. És ettől időnként kétségbe igen, de a, mondjuk a Soderben is, hogyha azért van kedvünk, tehát például legutóbb én nagyon jól éreztem magam abban a helyzetben, amikor lemehettem Pécsre ebbe a szelektív szemét feldolgozó üzembe. Ott volt egy kis bejátszás, ami az ezzel kapcsolatos design centerhez kötődött, és nekünk tulajdonképpen régi tervünk, hogy csinálni egy ilyen kicsit parodisztikus filmet, ilyen David Attenborough stílusban Magyarországról. Tehát éppen ma a kollégáimmal beszéltünk arról, hogy Miskolcon, amikor reggel 5:30-kor a kilós ruhabálákat kibontják, az egy elég sűrű helyzet. Tehát amikor az emberek erre rárohannak, és most azt mondtam, hogy menjünk le és csináljunk erről 5 percet, vagy szeretnék bejelentkezni Ózdról, vagy nem tudom, tehát ilyen Sanyi az életben. Hát itt volt is telefon, tehát ilyeneket például nagyon szívesen csinálnék, én úgy gondolom, hogy ez a Sodert is egy picit megújítaná, én magam is szívesen csinálnám ezt, még akkor is, hogyha azért ez elvesz minimum 2 napot, ugye, mert le kell menni, kicsit fel, de ez például egy effektus. És nem visítanak, hogy ez netán csökkenti a nézettséget, nem, hogy nem. Hát azért voltak szegény, erre. Nem. És azt ráadásul nagyon okosan szerveztük meg, mert nem vittünk le stábot, hanem a Pécsi TV-től ezt megrendeltük, kijött egy stáb, egy hangos és egy kamerás, és szépen fölvették, és aztán mi összeraktuk, amit ebből kellett. De van egy nagy filmtervünk a Ludas Matyi Maiban, ami toporászik, ugye, az András közben megcsinálta ezt a Zsiguli filmjét, és hát most nekünk van egy... Ha már ki is osztottátok, hogy a Döbrögi, mit tudom én, a igen, Kovács igen, Lajos, igen. Hát a Ludas az Matyi, már nem is emlékszem. Az teljesen, épp ma beszéltem telefonon Jeles Andrással, felajánlottam most neki például, hogyha van kedve egy ilyen hagyományosabb filmet készíteni, és hát amit úgy szóba el tudtam kimondani. És ezt te írnád, vagy netán rendeznéd? Nem. Ezt hát nézd, itt 2 variáció van. Önállóan én nem mernék ebbe belevágni, mert már a filmszakmától is eltávolodtam, tehát mondjuk én már azt se tudom, amit esetleg azért tudtam. Itt 2 eset lehetséges, hogy hát az egyik, hogy rendezni a Szőke András, akinek ez tulajdonképpen az ötlete, a forgatókönyvet azt vele, illetve Kardos Csaba barátommal írtuk, akárcsak ugyebár a könnyű testi sértést példának okáért. Na most itt vagy keresni egy fiatal rendezőt, akivel mi érdemi módon részt vehetünk a film kialakításában, ez az egyik dolog, vagy rábízni egy üzembiztos rendezőre, aki ezt megcsinálja. Mi lesz, ha már azt mondják, hogy nem vagy célcsoport? Tudomásul veszem. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy nem akarok a showbiznisz Kádár Jánosa lenni, tehát ha majd itt megjelenik egy kis csöppecske, hát akkor tessék szólni, és akkor elfáradunk. Te minek tudod be azt, hogy ekkor hány éve megy? 7 éve talán? Ezt vagy? Épp ma beszélgettem az asztalosommal, hogy ezt nem lehetett, nem is az asztalosommal, Döncivel, a karniszterelővel. Mert ugye baromi későn kezdted. Igen. Tehát akkor Friderikus mondta is, hogy akinél te tulajdonképpen vagy 5 évig voltál ilyen gagman, hogy hát ezt nem lehet ilyen későn elkezdeni. Hát látod. Na, szóval miről beszélgettél? Az asztalosodra? Hát, hogy akkor, amikor mi ebbe belevágtunk, akkor én magam se számítottam. Tehát én nem, tehát nekem úgy tűnik, hogy van önbizalmam, de valójában nincs olyan rettenetes. És nem vagy. Akarod azt mondani, hogy te egy szorongásos. Azt én nem mondom. Azt én nem mondom, de én ezt nem tudtam megítélni. A Havas Henrik mondta nekem szintén ugye ebbe a klubban, hogy ő depressziós, és én úgy nagyon meglepődtem. Aha. Szóval én nem voltam abban egyáltalán biztos, hogy ez be fog válni, hogy itt a nézők mit fognak erre mondani, és a többi, és a többi. És aztán látod, most a megy 7 éve. Hát nem nagyon tudsz, ez megint csak nem felvágás, hanem tény, nem nagyon tudsz a kereskedelmi televíziókba egy ilyen aránylag botránymentesen és mondjuk kiegyensúlyozottan futó dolgot mondani.
SMS? Hú, hát ebben most már nem biztos, hogy be tudunk menni. Pár mondat. Mi a véleménye a médiaterrorról? És van itt egy, ezt nem értem, remélem ön nem csak színház. Ez nem tudom, mit jelent. Hát azt itt a nem csak színházban azt gondolja, hogy én azt is gondolom, amit mondok. Tehát én úgy gondolom, hogy esetleg erre célozza a kedves nézőt. Hát én erősen bízom benne, hogy igen. Hát a médiaterror az egy hosszú folyamat, erre a frappás válaszom az, hogy a kereskedő televíziókban most már nem úgy van, ugye hát, hogy szokták mondani, hogy verekedés közben váratlanul foci meccs tör ki, tehát, hogy ma már nem arról van szó, hogy a műsorokat reklámok szakítják meg, hanem a reklám folyamatot időnként műsorok szakítják meg, tehát mondjuk így, hogy vagyok én a két betét között a szükséges rossz, ne vágjál bele a poénba! Ja, pont! Most kérdez. Bocsánat. Igen. Szóval, na, hogy kikéred magadnak, amit te is csinálsz. Ez igaz. Bocsánat. Szóval. Látod? Igen. Én meg lassan elfejtem közben, hogy tehát a médiaterror tulajdonképpen az is, hogy én tudom rólad, hogy te hívnál más vendégeket is, és akit nagyon akarok, azt tehát, hogy muszáj populáris vendégeket hív. Hát nézd, nézettség, tudod? Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam neked, hogy az egyik legnézettebb műsorunk volt az Anetka. Faludi Györgynél se esett le nagyon, ezt kell, hogy mondjam. És ő felségénél Habsburg Ottónál sem. De hát ezek a nehezebb szülések. Szóval ez sajnos tudomásul kell venni. Egy korábbi beszélgetésünkben, amikor nem volt még só, akkor te azt, és én kérdeztem azt, hogy válhatsz-e te olyan populárissá és ismerté, mint Hofi? Akkor azt mondtad, hogy ezt te lehetetlennek tartod, mert egy bizonyos, mert ugye Hofiba egy hihetetlen őserő volt, és egy nagy, tehát ez a nagykőbányai dumás popularitás, te meg mégiscsak egy ilyen gyanakodó értelmiségi vagy. Most végül is azért mégiscsak bekövetkezett, hogy nagyon populáris lettél. Én ezt a részét soha nem szégyenlettem, de amit még azért a Hofival kapcsolatban el kell mondani, hogy egy teljesen más korszak, egy televízió, egy diktatúra, egy irányba menetelés, ugye, tehát akkor ez egy teljesen világos értelmiségi feladat volt, hogy el kell menni a rendszer kritikájában addig, amíg el lehet menni, tehát ezek teljesen más korszak és teljesen más helyzet. Tehát ma már eleve én legalábbis úgy tapasztalom, hogy miután több televízió van, az emberek járnak tévés felvételekre, tehát ma már egy televízióban mozgó ember korán sem annyira kultikus személy, mint volt annak idején. Én nem értek a zenéhez, nem értek a mozgáshoz, és nem vagyok alapvetően színész. Tehát ezek a Hofinak a hatalmas forjai. Azt gondolom, hogy én talán sokszor rétegzettebb vagyok, tehát biztos, hogy van olyan talán nem szerintes ezt mondani, amiben az én tehetségem az is megél. Meg Hofi talán kidolgozottabb volt, nem? Tehát kidolgozott volt, hát minden, ő vérprofi volt, tehát az egy évi, egy szilveszteri műsor, amit az egész ország nézett akkor, a takarítónőtől az egyetemi tanárig, az egy éves munkának a csiszolása volt, amit én nagyon jól ismerek, hiszen mondjuk az én hanghordozóra került anyagaim, azok pontosan a Merlin színházba alakultak ki, amiket ugyanúgy soha le nem írtam, csak mondtam, mint Weinemöjnen, és mire már a lemezfelvételre került a sor, addigra ez már egy szinte írott anyaggá változott. Nincs már lényegében idő, igen, mert látom még egy SMS, azt mondja, tisztelt Fábri úr, mi valószínűleg rokonok vagyunk, én apám is volt muszon, ezt gondolom munkaszolgálaton, és szereti a nagy burgonyát. Na. Isten éltesse sokáig Attila, az a nagy burgonya, te is mit szeretsz? Imádom, hát hogyne, hát az egy sütemény. Ja, a nagy burgonyát. Nagy burgonya, kakaóporral behintett nagy burgonya, amelyet... Na, utolsó SMS, és aztán igen? Sajnos jó, befejeztük. Szilveszterkor ott voltunk a Belvárosi Színházban. Na. A műsorán nagyon jól szórakoztunk. Hol lehet legközelebb megnézni ugyanilyen kameramentes előadáson? Szeretnénk a Belvárosi Színházban talajt fogni. Isteni kabaréra. Többen férnek be, mint az új színházba. Ez most nem hagyom cserbe az új színházat, most nem ezen mondom. De ott az 500 embert, tehát többen férnek be, mint az új színházba.
be tudod fogni a tekinteteddel, intim közelségben vannak, isteni a színpadnak és a nézőtérnek a viszonya, szóval azt az Isten is Kabaré Színháznak teremtette. Hát én köszönöm, hogy... Úgyhogy ez a válaszunk a kedves hallgatók. Akkor további jó kabarét, sót, minden egyebe. Önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Egy hét múlva a Kopecky Lajossal és vendégével találkoztatnak. Két hét múlva egy, ha kimondom a nevét, nem annyira ismert ember, Simet László artista a vendégünk, drótkötéltáncos, biztosító kötél nélkül dolgozik, a felesége 5 hónapos terhesen még fönt volt. Ő az az ember, amikor a körutat felavatták, akkor felette átment, szintén biztosítás nélkül, nagyon jó humora van és bejárta a világot, tehát ajánlom, hogy nézzék. És azt el kell mondanom, hogy a műsornak új ismétlési időpontja van vasárnap este 10-től, tehát aki nem tudott Fábri Sándorral betelni, vagy netán csak a végét csípte el, vasárnap este 10-kor nézheti. Viszontlátásra!